három büntetőponttal fog járni, jó? Amennyiben elismeri. Jó, akkor pillanat türelmet kérünk, jó? Kitöltjük a papírokat. Nem használt biztonsági övet, ezért kapott büntetést ez a sofőr. Hétfőn egy hetes akciósorozat kezdődött. Országos szinten lehet rendőri ellenőrzésekre számítani. A mai ellenőrzés, illetve az egész heti ellenőrzés keretében ellenőrzik kollégáim a biztonsági öveknek a rendeltetésszerű használatát, emellett a gyermekbiztonsági rendszernek a meglétét, annak a használatát, valamint a motorosok, segédmotorkerékpárosok esetében a bukósisak megfelelő használatát. A hatóság 18 büntetőpont elérésénél intézkedik a jogosítvány bevonásáról. Az ilyen szabályszegések 3, illetve 4 büntetőpontot jelentenek. A közigazgatási bírság pedig a következőképpen alakul. Alapvetően ugye közigazgatási bírsággal sújtó szabályszegésnek minősül a biztonságjog használatának elmulasztása, amelyhez jogszabály meghatározott fix bírságösszegek társulnak. Ez lakott területen belül 20 000 forintnak, lakott területen kívül 30, autópályán, autópályán pedig 40 000 forintnak megfelelő közigazgatási bírság kiszabását rendelik. Szabolcs-Szatmár-Berekben a balesetek fő okozója a nem megfelelő sebesség és követési távolság, valamint az elsőbség előzési kanyarodási szabályok be nem tartása. A héten a vármegye útjain bárhol felbukkanhatnak a rendőrök. Az álló ellenőrzés mellett civil vagy szolgálati autóból is figyelhetik a forgalmat, de drónokat is bevontak az akcióba.